Erdélyben, Székelyföldön évszázadok óta hagyománya van a különböző művészeteknek. Neves zenészeket, festőket, szobrászokat, grafikusokat adott a világnak ez a vidék. Hargita Kovászna és Maros megye összefogása révén immár második alkalommal írták ki a Székelyföldi Grafikai Biennálét, amely a 2 évvel ezelőtti kiadásához képest úgy az érdeklődők számát, mint a versenyre beérkezett munkák színvonalát tekintve büszkeségre ad okot. A zsűri véleménye az volt, hogy új tematikában, mind technikában, mind az országok és a művészek részvételének a számában nagyot bővült és emelkedett az idei biennálénak a színvonala, úgyhogy mindenképpen egy előrelépés könyvelhető el. Az idei pályázati felhívásra 28 országból közel 900 alkotás érkezett, amiből a szakmai zsűri 240 munkát bírált el. A díjazottak között vannak alkotók Székelyföldről és Románia más régióiból is, de elismerésben részesültek magyarországi, bulgáriai, lengyel és iráni művészek is. Bátran kijelenthető, a Székelyföldi Grafikai Biennálé kinőtte Székelyföld határait. Székelyföldön Szentgyörgyön Bász Imrének köszönhetően, vagy a Szárhegyi Alkotóközpontnak, Márton Árpádnak, Gál Andrásnak, másoknak köszönhetően mindig is erős volt a képzőművészeti élet. Ez a grafikai biennálé pedig azt gondolom, hogy a 21. század elején ennek a folytatása, tulajdonképpen egy szerves folytatása, egy egészen más közegben és más tágabb alkotóköröket is megszólítva. Hogy mennyire sokszínű volt a kiírásra benevező alkotók köre, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy nem csak kizárólag grafikusok küldtek be munkákat, vagy nyertek díjakat. Mivel, hogy én a szobrászati műfajban dolgozom leginkább, az áll közelebb hozzám, én egy elég úgymond határozott, egyszerű, leegyszerűsített formákkal, többek között sík formákkal próbáltam részt venni ezen a megmérettetésen, és egy ilyen minimalista jellegű alkotást sikerült létrehozni. Én egy számítógépes grafikával neveztem be, ami tulajdonképpen tükrözi összességében, hogy mivel foglalkoztam az utóbbi pár évben. Tulajdonképpen ez egy fotomanipuláció. Tehát fényképezek különböző tájakat, hangulatokat, és akkor ezeket a saját elképzelésem szerint újra átdolgozom. A második Székelyföldi Grafikai Biennálé nagydíját a Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium által felajánlott 2000 eurót Péter Ágnes nyerte, de Hargita Kovászna és Maros megye önkormányzata is osztotta külön díjakat 1000-1000 euró értékben, hiszen úgy vélik, bár a kultúra nem mérhető pénzben, egy ilyen nívós képzőművészeti szemle hozzájárul a térség turisztikai, gazdasági fejlődéséhez. Azt gondoljuk mi, akik összefogtunk ebben az ügyben, hogy kultúra, művészet nélkül nincs jövő. Mert nincs egy közösségnek jövője, hogyha nincsen kulturális háttere. Márpedig a Székelyföldnek, a székelyeknek mindig is volt érzékük a különböző kulturális tevékenységekhez, és jó, komoly alappal tudunk indulni az elkövetkező időszakban. Maros megye azért nem hasonlít a másik két megyéhez, Hargitához meg Kovásznához, mivel Maros-Szék a régi Székelyföld része, azért van Maros megyének elég nagy része, amely nem volt a régi Székelyföld része, viszont mi maros-székiek nagyon fontosnak tartjuk mindig, hogy minden olyan rendezvényen, amely a Székelyföldet összefogja, jelen legyünk, és természetesen, hogy támogatjuk is. Ez minden maros székének, én úgy gondolom, úgy a Kükülő meg a Nyárád mentén, hogy székelyként szólítják és felvállalja a székelységét. Ez egy fontos dolog. Most már egy hagyományosan 2 évente megszerveződő eseményről beszélgetünk, egy olyan kulturális eseményről, amelyre az egész világ felfigyel, és hát nem elég Székelyföldről beszélni, Székelyföldet látni is kell, és jól látni a művészek szemszögéből, illetve jól látni Székelyföldről a nemzetközi porondot a grafika világából, hisz 28 ország művésze, több száz művésze versenyzett ezen a biennálén, úgyhogy én bízom benne, hogy értéket mutattunk fel, és értéket tekintünk meg. A 3. Székelyföldnapok rendezvénysorozatának kiemelkedő eseménye kivívta nem csak a régió, de a grafikai nagyhatalmak elismerését is. Ezért is fontos ez a rendezvény, mert egymás mellé teszi a világ grafikáját a székelyföldi grafikával, és hát úgy látjuk mindannyian, hogy van annak helye és jól meghatározott helye benne.
A második székelyföldi grafikai biennáli anyaga egyelőre Sepsiszentgyörgyön tekinthető meg. A tervek szerint azonban a másik két székelyföldi megyeszékhelyen, Csíkszeredában és Marosvásárhelyen is látható lesz az év végéig.